Kedves nézőink, kérjük, kapcsolják ki mobiltelefonjukat. Köszönöm. Csúcsokban, ahogy így szól a hitvers, mikor jössz haza, kedves? Az utcán oly szokottan ismételt, hogy vagyok bent, a hirtelen puhábban szorított kézfogásban, ahogy egyszer csak szerelmed arca megfagy, mert ott van a légyodban. A csöndet nem érzed már, mi élni, hús és kenyérni,
mi szeretni, kívánni, kadot kitárni. Bilincsét a szolga, maga így gyártyos hordja. Ha eszel, őt növeszted, gyermeked neki nemzed. Hol zsarnokság van? Mindenki szem a láncban. Belőled bűzlik árad, magad is zsarnokság vagy. Mert ott áll eleve sírodnál, ő mondja meg, ki voltál. Hol is neki szolgál. Éjjel, Rákosi, de ő se értette, hogy miért.
Pécset a szabadságharcot támogató tömeg jelentős részét a diákság, az egyetemisták tették ki. A szomszéd mondta, hogy Nagy Imre jó miniszterelnök lett volna, de átverték és kinyitták. Október 25-én megalakultak az üzemi munkástanácsok Kossuthaknál és Kossuth bánya gépüzeménél. A tröszt épületéről leszerelték a vörös csillagot. Kedden este 9 óra 37 perckor a budapesti dolgozók ledöntötték Sztálin 8 méteres óriás bronzszobrát. Mamám mesélte, hogy mennyi szarságot tett. Ő kivégeztette, beköltöztette az embereket, és mindenki fél tőle. Akkor olyan volt, mint Rákosi? Olyan, és még az. Ma újból az utcára vonulnak az emberek. Négyen indulnak a pártvezetők elé követeléseikkel. A bérek 30%-kal való emelését és a munkaruhák kihordási idejének csökkentését kérték. Politikai követeléseik. Az oroszok 38 órán belül hagyják el Magyarországot, 48 órán belül demokratikus választás útján válasszák újra a munkástanácsokat és helyezzék szabadlábra a politikai foglyokat. Papám így beszélt a katonákról, ő Ruszkitnak hívta őket, és amikor ideges volt, mindig azt kiabálta. Ruszki, haza! Állítólag az volt a legborzalmasabb, amikor úgy sült el valakinek a kezében a karabély, hogy látta Buki, akire rálőtt. Nem is lehetett eldönteni, hogy akkor ő most hőse, vagy gyilkos. Hallják a találkozom, hogy visszanek odá? Felhívás Budapest lakosságához. Tekintettel arra, hogy a főváros egyes pontjain lövöldözés volt, felhívik a lakosságot, tartózkodjék lakásán vagy munkahelyén, és csak a legszükségesebb esetben menjen ki az utcára. És miért harcolnak? Nem tudom, kérdezzel rádok. Az utcákon békésen hömpölygő tömeg a következő jelszavakat harsogja. A szovjet katonák menjenek haza. Nagy Imre legyen a miniszterelnök. Szabad választásokat és demokráciát akarunk. Legyen sztrájkjog. Töröljék el a beszolgáltatást. Legyen vélemény, szólás és sajtószabadság. Mondsák le a Sztálin szobrot. Nem volt mit enni, és nem ismertek elmenni a közértbe. Nem is nagyon jutott ki. A kereskedelmi miniszter felhívja az élelmiszerüzletek vezetőit és alkalmazottait, hogy mindent kövessenek el az üzletek reggel 10-től, délután 3-ig történő nyitvatartás érdekében. Azután meg nem lehetett kérni az utcára. Mert? Harcoltak. Mindenki lelőttek. Az utcákon szovjet tankok és harckocsik jelentek meg. A belügyminiszter nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy mindazokra, akinek kezében fegyver van, a tisztogató csapatok tüzelnek. 3 óra után senki nem járhat az utcán. És miért nem szálltak szembe a magyar tankok? Nem voltak tankjai. Világháború után nem lehetett. De később elfoglalták a gyárakat, a munkások maguk közül választották a vezetőt. Bemutatjuk az új kormány néhány tagját. Úgy gondoljuk, nem szükséges különösebben bemutatni a minisztertanács elnökét, Nagy Imrét, hiszen munkásságát, bátor kiállását, a Sztálin Rákosi féle önkénnyel szemben az egész ország ismeri. Én ezt most nem értem. Mit? Nagy Imre most az új miniszterelnök, vagy a régi? Hát, nem tudom, de biztos forradalmár már lehet, mert kivégezték. New York. Az ENSZ biztonsági tanácsa elhalasztotta a magyarországi helyzetről szóló napirend pont további tárgyalását. Eisenhower amerikai elnök rádióbeszédben a magyar nép iránti csodálatának adott hangot. Ugyanakkor azt is kijelentette, hogy az amerikai Egyesült Államok nem fog katonai segítséget nyújtani Magyarországnak. Én úgy tudom, hogy az angolok és az amerikaiak azért nem segítettek, mert attól féltek, ha beavatkoznak, újabb világháború történik. Én meg azt hallottam, hogy valahol máshol háborúztak. De sok országban tüntettek a magyar forradalom mellett, és sztrájkoltak a munkások. Támogassák a magyar ügyet. Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke. Nem hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, ezzel a nyilvánvaló szándékkal, hogy megtöntsék a szörvényes magyar demokratikus kormányt. Na mi van?
és sokáig munkáltak. Később voltak, akik emigráltak, sőt, mi is végeztek. Mamám mondta, sokáig nem lehetett beszélni 56-ról. Most meg már nincs értelme. És ápolónőket küldtetek hozzám. Szemelvejsz növendékei megmentették anyáitok életét. Küldtetek nekünk zenészeket. Amikor mesterei lettetek a celluloidnak, Hollywoodban adtunk nektek Lugosit és Kordellet. Meg kertészt. Mi Curtisnek hívtuk, aki rendezte a felülmúlhatatlan Casablancát. Mikor a tudomány és a technika földje lettetek, elküldtük Szent Györgyit, Neumann, Szilárdot és Tellert. Give me your tired, your pure, your headed masses. Hallattuk a tengeren túlról. Legjobbjainkat, fiainkat és lányainkat adtuk nektek. Mi belőletek is vagyunk. Mégis magunkra hagytatok. Most, amikor a végzetünk felé menetelünk, ne forduljatok el tőlünk, szabadságbajnokai. Hallattuk szavunkat a távoli partról a szabadságról. És most harcban állunk azért, amit tőletek hallottunk, és hozzátok így fohászkodunk, szabadság hírnökei. Ne vegyétek el tőlünk gyermekeinket! Itt, apáit földjén akarunk szabadok lenni. Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim! This is our gift to the Hungarian Revolution. Ez a mi felajánlásunk a magyar forradalomnak. Please welcome Elvis Presley's song, Peace in the Valley. Fogadjátok sok szeretettel Elvis Presley, Béke a völgyben című dalát.